A szél lengette az aracsi puszta templom előtti emlékharangot. A törökbecse közelében fekvő romtemplomról fennmaradt első írásos emlék még a 13. századból származik. 6. Pál pápa apostoli levelében említést tesz a monostorról. 1280-ban a kunok kifosztották és megrongálták az aracsi monostort, amely ezután 100 éven keresztül elhagyatottan állt. 1380 körül Nagy Lajos király édesanyja, Erzsébet királyné építette újjá. Ekkor építették hozzá a gótikus stílusú tornyot. A puszta templom madártávlatból is magasztos látványt nyújt. A kiérkező látogatók, zarándokok lelki nyugalmat éreznek a falai között. Fölemelő. Nem tudok mást mondani. Megható. Nagyon szép. Nem először vagyok itt. A Csókai Borbély Mária először látogatott el a kegyhelyhez. Eddig nem adatott meg a lehetőség, hogy ide jöjjek, de most úgy éreztem, hogy mintha úgy hívott volna valaki, hogy igenis. Lemondtam egy-két eseményt, ami otthon történt. Vannak, akik azért jönnek, hogy az eseményre visszatérő, elvándorolt barátaikat, rokonaikat láthassák. Csöndes, amikor mise áll, akkor a madarak csipörögését lehet hallani. Hát nagyon-nagyon értő. Lenyugszik az ember szervezetje, találkozik az elvándoroltak, akik elmentek Szabadkára, és hát most is jöttek két busszal, meg a másik faluba is. Nagyon jó érzés itt, látik, mennyi nép össze találkozik itt. Az egybegyülteknek Mellár József törökbecsei esperes plébános celebrált misét, aki a közös ima erejéről is szólt. Kitartó, állandó, álhatatos imádság, addig zörgetni Istennél, addig kopogtatni az ő szívén, amíg meg nem hallgatja kérésünket. A régi latin közmondás azt mondja, hogy a víz csepp nem a súlyával, hanem az állandóságával válja ki, repeszti meg a sziklát. Valami hasonlót ér el a mi imádságunk. Jézus azért talán tanít erre minket, hogy sokáig imádkozzunk, hogy ami könnyen jön, amit könnyen megszerzünk, nem tudjuk annyira becsülni. Könnyen jött dolog, könnyen is elmegy, és elmarad annak a tudatossága, hogy bizony Istentől kaptuk ezt, minél többet kell megdolgozni valamiért, annál értékesebb a szemünkbe, jobban becsüljük Isten jóságát is, aki a mai világban is az ő általa megalkotott törvények fölött áll és megkerülheti őket. Orosz Attila református esperes az Úr szeretetének megtartó erejéről beszélt. Amikor esztendől esztendőre összegyűlünk itt az aracsi puszta templom, romtemplom falai között, akkor ez emlékeztet bennünket egyrészt az idő múlására, hogy ismét eltelt egy év az életünkből, és egyrészt azért gyűlünk itt egybe, hogy hálát adjunk Istennek az ő megtartó kegyelméért, szeretetéért, hiszen annyi minden történt velünk az elmúlt esztendőben, volt részünk örömben, bánatban, keserűségben, fájdalomban, mindenben, ami belefér ugye mi törékeny földi életünkbe. Felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül a mi magyar népünk legyen ilyen atyafiúi közösség a jövendőben is. Isten, tartson meg bennünket így, hogy ezen az atyafiúi közösségen ott legyen a mennyei áldás, és onnan felülről jónak és gyönyörűségesnek lássa a mi mennyei atyánk, a mi közösségünket. Ezt adja meg nekünk az Isten, és ez elegendő lesz nekünk. Úgy legyen. Amen. Dolinszky Áron evangélikus lelkész elmondta, hogy Isten elé kell tárni szívünket. Urunk, töltsd be dicsőségeddel ezt a hajlékot, és egy pillanatra se hagyd felejtenünk, hogy itt vagy közöttünk.
mi pedig eléd tárjuk szívünket, tedd szabaddá minden bűntől és megkötözöttségtől. Ne gátoljon téged semmi abban, hogy imádásunkat elfogadd, sem minket abban, hogy téged lélekben és igazságban imádjunk, és figyelmesen hallgassunk igédre. Testvérekként egyesíts minnyájunkat a nekünk adott kegyelemben, szent neved dicséretében és az őszinte szeretetben. A magyar kormány július elejé döntése értelmében 1,7 milliárd forintot hagyott jóvá már folyamatban lévő, illetve új projektekre Vajdaság területén. Az Aracsi puszta templom konzerválására, környékének rendbetételére 250 millió forintot fordítanak. Mindenféleképpen ebben a 11-es csomagban kiemelkedően fontos helyet foglal el az Aracsi puszta templom, mint hosszú távú projektum. Azért mondom, hogy hosszú távon, mert biztos, hogy 3-4 évet igénybe fog venni ennek az elképzelésnek a befejezése. Úgy érzem, hogy az előkészületek azok megtörténtek. Nem csak politikai vonatkozásban, hanem szakmai vonatkozásban is. Magyarországi és szerbiai szakemberek közösen dolgoznak a kegyhely megőrzésén és konzerválásán, hangzott el az emléknapon. A Magyar Nemzeti Tanács és az Aracs Hagyományápoló Társaság által szervezett eseményen mások mellett jelen volt Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Pásztor Bálint, Fremond Árpád, Kovács Elvira és Pék Zoltán, a VMS köztársasági parlamenti képviselői, illetve Vücsek Anna Mária oktatási államtitkár is. A romptemplom falai között színes kultúrműsorral is készültek a szervezők. A Csókai Pannónia férfi kórus egy megható összeállítással készült az egybegyülteknek. Kraszna hurka büszke vára, ráborul az éj homája, dombok ormán az őszi szél, régmúlt dicsőségről mesél. Rákócinak dicső kora, többé soha. Harcosai rég pihennek, bújdosó fejedelemnek. A toronyból késő este tárogató nem szól, olyan kihalt, olyan árva, kraszna horka büszke vára. A toronyból késő este tárogató nem szól messze, olyan kihalt, olyan árva, kraszna horka büszke vára. Nincsen pénzem, se dohányom, vödmök pajtás adolmányom. Járhatsz benne, mint a páva, a vármegye udvarába. Nékem már a rongyos is jó, nem lát benne csak a tarló. Elmögyök a lomphullással, köd előttem, köd utána. Eladom a rezes kardom, de a puskám azt megtart.
farkas kullog az erdőbe, éhes farkas labad bőrbe. Ahun látom, ahun érök, a fajtáját nem kímélöm. Piros vér hull őszi sárda, hőd előttem, hőd utánom. Ahun látom, ahun érem, a fajtáját nem kímélöm. Piros vér hull őszi sárba, hőd előttem, hőd utánom. Fodor Marianna citerán adott elő népdalokat. Az aracsi pusztatemplom sorsát a 16. századi török pusztítások is alakították. A 19. században régészek végeztek feltáró munkát a területen. A mostani bejelentés szerint pedig 3-4 éven belül konzerválják, restaurálják és rendezik. Egy régi feljegyzésben ez olvasható. A főhajó és a déli mellékkapszis közötti faoszlop fejezetén emberi alak emelkedik ki levéldíszből. Szétterjesztett karjaival a vállkövet tartja.